Nagybőjt 5. hetében vagyunk, a Szent 40 napnak az 5. hetében. A mai napra az evangélium, amelyet az egyházunk elénk tárt, evangéliumából való, a 8. fejezetből, a 31-től a 42. versig. Most hallgassuk meg az evangéliumot. Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik. Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványai. Megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket. Ők erre tiltakoztak. Ábrahám leszármazottai vagyunk, és soha senkinek nem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy szabadok lesztek? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom nektek, mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga nem marad mindig az ura házában, de a fiú ott marad mindvégig. Ha viszont Isten szabaddá tesz titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, mégis az életemre törtök, mert tanításom nem fog rajtatok. Én azt hirdetem nektek, amit atyámnál láttam. Ti ellenben azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Erre közbevágtak a zsidók. A mi atyánk Ábrahám. Jézus így folytatta. Ha Ábrahám gyermekei vagytok, tegyétek is azt, amit Ábrahám tett. De ti az életemre törtök, bár azt az igazságot hirdetem, amit Istentől hallottam. Ábrahám ilyet nem tett. Ti azt teszitek, amit atyáitok tettek. Ők azonban tovább erősködtek. Mi nem vagyunk törvénytelen gyermekek, csak egy atyánk van, az Isten. Jézus azonban megállapította. Ha Isten volna atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől vagyok, és tőle jöttem. Nem a magam nevében jöttem, hanem az Isten küldött engem. Ezek az evangélium igéi. Megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket. Jézus azt mondja, hogy a szabadságunknak a kulcsa tulajdonképpen megmaradni az ő tanításában. Milyen izgalmas ez a szó, hogy megmaradni az ő tanításában. Mintha Jézus is érezné, hogy ehhez a megmaradáshoz, ehhez valami óriási belső munka kell. Mert meg annyi kísértés mondja nekünk, hogy nem megmaradni az ő tanításában sokkal könnyebb. Sokszor a kísértés azt szeretné velünk elhitetni, hogy könnyebb lenne az Istentől távoli utat járni. Könnyebb lenne a szabályok nélküli utat járni. Néha a kísértő azt próbálja velünk elhitetni, és a mai világnak a mércéje is valami hasonló, hogy a szabadság valami olyat jelentene, hogy én határozom meg, mi a jó és mi a rossz. Tulajdonképpen ez az ősbűnnek a lényege, hogy az ember akarja Isten helyett megmondani, hogy nekem mi a jó és mi a rossz. Nem fogadja el az Istennek az objektív kinyilatkoztatását ezzel kapcsolatban. És tulajdonképpen ez nem a szabadságomnak a megélése, hanem visszaélés a szabadságommal. A szabadságom lényege nem az, hogy dönthetek jó és rossz között önmagában. A szabadságom lényege, hogy szabad vagyok arra, hogy tegyem a jót. Szabad vagyok arra, hogy szeressek. Mert a szeretet az szükségszerűen egy szabad tett kell, hogy legyen. Isten szeretetből megteremt, szabadságot ad nekem, hogy én szabadon válaszolhassak az ő meghívó szeretetére, az én szeretem. A Jézusnál maradáshoz szilárd elhatározás kell. Itt a mai evangéliumban előkerül Ábrahámnak a példája. Először a zsidók közbevágnak, és azt mondják, hogy a mi atyánk Ábrahám. És Jézus erre egy nagyon frappáns mondattal válaszol. Ha Ábrahám gyermekei vagytok, tegyétek is azt, amit Ábrahám tett. Mert hogy mit is tett Ábrahám? Ki is ő? Tulajdonképpen a hitünknek egy fontos példaképe, vagy mintája. Ábrahám mindent megtett, amit Isten kért tőle. Mindent elhitt Istennek azt is, ami tulajdonképpen az emberi logikával ellentétesnek tűnt. Belement a bizonytalanba, ott hagyta a szülőföldjét, és elindult
Csupán azért, mert Isten azt mondta. Nem tudta, fogalma sem volt, hogy mi vár rá. Mégis egy valamit tudott. Hogyha Isten kérte, akkor ez biztosan jó. Nagyon fontos kimondanunk azt, hogy az Úrnál akarunk maradni. Az Úrral akarunk tartani. El akarjuk fogadni azt, amit ő kér tőlünk. Akármi hív, én Jézusom nálad képzelem el az életemet, és nem máshol. És Jézus éppen ehhez a nála maradáshoz kapcsolja a szabadságot. Pedig tényleg olyan gyakran talán úgy képzeljük el a szabadságunkat, hogy mehetünk. Mehetünk bárhova. Most ebben a helyzetben talán az egyik lehetőség, hogy felismerjük a szabadság, nem csupán ezt jelenti. A Jézusnál maradás az szabadság. Ellentétben azzal a gondolattal, amikor azt gondoljuk, hogy a maradás, ha valahol tartózkodnunk kell, ha valahonnan szinte mondhatni nem mehetünk el, akkor az megfoszt bennünket a szabadságunktól. A Jézusnál maradás a szabadságunknak a kibontakoztatása. Jézus pedig azt mondja, hogy ha mersz nála maradni, ha mered az életedet az ő tanításához kötni, akkor vagy szabad. Akkor vagyok szabad, ha merek Jézusnál maradni. Jézusnál vagyok szabad. Felszabadult a bűnnek a megkötözöttségétől. Jézusnál tudom igazán letenni azt, ami nyomaszt. Ő az én menedékem. Az ő tanítása az igazság, hogy vagyok, hogy így vagyok. De az ő tekintetében tudok gyógyulni és épülni. Ez az igazi szabadságom. Ezt kell nekünk is nap mint nap újra és újra ezt az elhatározást, ezt a döntést meghoznunk, hogy mi szeretnénk Jézusnál maradni. Szeretnénk az életünket ráépíteni. Szeretnénk, hogy ő legyen az egyetlen központja az életünknek. Imádkozzunk. Jézusom, vágyom az igazságra. Vágyom az igazi szabadságra. Azt az igazságot keresem, amelyet te hozol nekem. Amelynek fényében nem kell magamat feladnom. Amelynek nem kell behódolnom. Amely nem veszi el az ízemet és létem értelmét. Amelyben nem kell összetörni. A te igazságod, Jézus, az élet igazsága. Bátor akarok lenni az igazsághoz. Bátor akarok lenni a törékenységemnek a megvallásához. Annak kimondásához, hogy szükségem van rád, Jézus. Add meg nekem ezt az igazságot, ami szabaddá tesz engem. Amen.